Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, Mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és ma lényegesen olcsóbban tudtam vásárolni sertésszombot, mint általában, ezért arra jutottam, hogy készítek egy konfitált, fokhagymával tűzdelt sertésszombot. Maga az eljárás, a konfitálás azt jelenti, amit régen nagyanyáink csináltak, annyi zsiradékba tesszük bele a húst, amennyi ellepi, és akár a tűzhelyen, akár a sütőben, lassú tűzön tulajdonképpen megsütjük. Ezután hagyjuk kihűlni a zsírját, rászűrjük, és onnantól kezdve, hogy nem kap levegőt, ez elég sokáig eláll. Hidegen kiváló, melegíteni is természetesen lehet, ilyenkor levágunk róla néhány szeletet, és a saját zsírjából alá teszünk valamennyi zsírt, és ezen a szeleteket éppen csak átforrósítjuk. Értelemszerűen nem kell nagyon sütni, hiszen már bőven elkészült. Ennek a bőzsíradékos konfitálásnak az az előnye, hogy a hús nem tud kiszáradni. Tehát a comb hajlamos lenne arra, hogy kiszárad, ennél a változatnál ez garantáltan nem következik be. Talán még annyit, hogy manapság a konfitálásnak a másik formája is ismert vagy elismert, nevezetesen, hogy lassú tűzön sütnek, és nem feltétlen szükséges hozzá bő zsiradék. Miután sertésszombról van szó, hogy maradtam ez utóbbinál, és még egy utolsó gondolat, azt is megtehetjük, hogy amikor kivesszük a húst és felszeleteljük, a zsírjából egy kevés sűrített paradicsommal, liszttel és egy pici kész húslevessel, vagy akár itt kivételesen leves kockával készítünk egy pecsenye levet, és ezzel locsoljuk meg tálaláskor. Ez attól függ, hogy mihez tálaljuk, de mondjuk, ha egy rizskörettel kínáljuk, akkor pecsenye elé jó hozzá. Ennyi bevezető után mutatom is, pontosabban még egy dolog, köretnek a húsvétra való tekintettel kétféle tojássalátát készítek hozzá, eldöntik Önök, hogy melyik a szimpatikusabb. Vásároltam két darab ilyen egy kilónyi sertészcombot, ezt hideg vízzel leöblítettem, és most a feladat a következő, mind a kettőre teszek egy csapottevő kanál sót, és ezzel alaposan bedörzsölöm. Jobb lett volna, hogyha én tegnap találom ki magamnak azt, hogy konfitált sertészcombot készítek, mert akkor tegnap én ezt beáztattam volna 4%-os sóoldatban, de miután most volt alkalmam rá, hogy 30%-kal olcsóban megvegyem a sertészcombot, így ez most elmarad. Jó? Tehát egy erőkanál sóval bedörzsöltem, egy rövid ideig állni hagyom, mondjuk egy fél órát. Időközben megtisztítottam 10 gerezd fokhagymát, és most a húst a rostjaival párhuzamosan, kiskéssel így néhány helyen megszurkálom, és ezekbe a mélyedésekbe egy-egy fokhagyma gerezdet, pontosabban félbevágott fokhagyma gerezdet bújtatok. Megfordítom a másik oldalán is, fúrok bele néhány lukat, és ide is belebújtatom a fokhagyma gerezdeket. A konfitálás eme formájának az a lényege, hogy annyi zsiradékban kell sütni a húst, hogy azt ellepje. Ehhez megfelelő edényt is kell választani. Én most egy ilyen fazekat választottam, fölolvasztottam benne több mint egy kiló, valamivel több mint egy kiló sertés zsírt, és mindjárt meglátjuk, hogy néz ki a dolog. Itt számítani kell arra, hogy a hús össze fog valamilyen szinten sülni. Tehát nekem ez most így tökéletesnek tűnik. Eddig sóztuk, fokhagymáztuk, ebből nyilván valamennyi át fog menni a zsírba is, de erre még rásegítünk, még egy 4-5 gerezd fokhagymát a zsiradékba beledobok. Teszek még hozzá egész fekete borsot, ezt csak úgy találomra, de ez is legyen körülbelül egy ilyen jó kis kanálnyi. Tehát összesen só, bors, fokhagyma, ennyi került itt a húsra, illetve a hús köré a zsiradékba. Két dolgot tehetünk innentől kezdve. Az egyik, hogy pontosan ugyanúgy, mint nagyszüleink, itt a tűzön hagyjuk, hogy szépen megsüljön a pecsenye. Magyarán, ahogy elkezd forni a zsiradék, a lehető legkisebb rángra állítom, sőt, alá teszek még egy ilyen védő lemezkét is, és nagyjából egy 2 órán át így
sütöm itt a tűzön. A másik megoldás, én ezt egy fokkal jobban szeretem, mert akkor nem kell rá ügyelnem különösebben. 100 fokos sütőbe, tehát amint itt láthatóan forra zsiradék, 100 fokos sütőbe beteszem. És ott sütöm mondjuk egy ilyen 4 órán át. És én maradok is ennél, az alatt legalább összedobom a tojás salátát. Tehát akkor amint forr irány a sütő. Még ami fontos, a sütő alsó rácsára teszem az edényemet, és mindenképpen lefedem, úgy sütöm a húst. Nekem most éppen 14 tojás volt itthon, úgyhogy ezeket mind felteszem főni, és két gondolat a tojásfőzésről az egyik. Miután megmostam a tojást, hideg vízben teszem föl főni. Ha meleg vízben tenném föl, hirtelen oda tapadna a héj a belsejéhez, sokkal nehezebb lehetne megtisztítani. A másik, nem szűkölködöm a sóval, bőséggel teszek bele, ez föllazítja a héját, könnyebb megtisztítani. És akkor még két apró gondolat, az egyik, ha egészen addig, amíg föl nem forr a tojás, többször megrázzuk az edényt, akkor van esély arra, hogy a sárgája középre helyezkedik, és könnyebb lesz vele dolgozni. És végezetül talán a legfontosabb, szokatlanul fog hangzani, és nekem is ez most itt egy nagyon friss tojás, de lehetőség szerint ne friss tojással dolgozzunk, hanem a régebbit használjuk el. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van, a friss tojás még nagyon kitölti a tojás héjat, sokkal nehezebb megtisztítani, mint az öregebb tojást. Na, ennyi bevezető után még talán az utolsó mondat, amikor fölforrt, kislángra állítom, és 8-10 percig fogom főzni, utána leveszem a tűzről, és addig engedek rá hideg vizet, amíg teljesen le nem hűl. Azután megtisztítom. Gyorsan keverek egy tartármártást, egy tojás sárgáját tálba ütöttem, teszek hozzá egy ilyen nagyobb csipet sót, először tehát egy majonéz keverek, és abból majd egy tartármártást is, így precízebb. Hozzáteszek egy ilyen jó pupozott kiskanálnyi mustárt, nagyjából egy evőkanálnyi, körülbelül így citromleve. A tálamat beállítottam egyéb iránt egy ilyen kisebb lábasba, így nem mozdul el, szép kényelmesen tudok egyedül is dolgozni. A következő feladat ugyanis az, hogy olajat adunk hozzá, méghozzá nagyon vékony kis sugárban. Ez a tojás sárgája körülbelül 2 deci olajat tud felvenni, de valószínű, hogy én most nem adok annyit hozzá, hiszen 1 deciliter olaj az 900 kalória, tehát hogyha valamennyit is megspórolok, akkor az mindenképpen előny később, úgyhogy szerintem olyan decinyi, másfél decinyi lesz az a olaj, amit hozzáadok, de majd meglátjuk a végén. A lényeg, hogy szép, apró sugárban kell hozzáönteni, így. Természetesen, aki nem akar maga készíteni majonészt, nyugodtan használjon kész bolti majonészt. Ha valaki csak majonészt szeretne készíteni, akkor természetesen ne tegyen bele se ennyi sót, se ennyi savasságot, hiszen akkor ez itt túl erős lesz neki, de hát ugye én most tartármártást csinálok, tehát nem véletlen, hogy ennyivel fűszereztem. No, amennyi körülbelül a majonéz, annyi tejfölt adunk hozzá, esetünkben ez olyan 6-7 evőkanálnyi, ami még nincs benne, megborsozom. Teszek hozzá körülbelül egy ilyen evőkanálnyi porcukrot, elkeverem és megnézem, hogy milyen íze lett így elsőre. Alakul az íze, még egy pici mindenből, és teljesen tökéletes lesz. Tehát pici só, pici bors, pici mustár, cukorcitromli. Lehet még beletenni uborka levet, tehát csemegy uborka levet, vagy fehér bort is. A tartármártásom kész van. A tojás sálátában, ami még garantáltan kerül, adunk hozzá petrezselymet, ez egy ilyen, hát legalább egy 2 evőkanálnyi ehhez a mennyiséghez. Ezt a tartármártást én most elfelezem, mert kétféle tojás salátát szeretnék mutatni önöknek. Először szeretném megmutatni azt a változatot, amelyik annak idején a Pannonia hideg konyhán készült, és a mézes mackóba került ki. Tehát ez egy abszolút régi, retro, mézes mackós recept. Itt ebbe a petrezselymes tartárba került amolyan Jolly Jokerként egy kevés Worcester sauce, Worcester sauce. És az igazán extra hozzávaló,
az édes ecetes paprika, ez volt még benne. Én 6 tojásból fogom most készíteni ezt a változatot, ehhez körülbelül egy ilyen ecetes paprikát kell tenni, a lényeg, hogy édes legyen és ne legyen csípős, és ezt ilyen kis csíkokra kell fölvágni. Aki szeretné, természetesen még adhat hozzá. Most én is ezt teszem, én nagyon bírom benne. Úgyhogy én még egy fél paprikát bele fogok vágni. Arra ügyelek, hogy magok ne kerüljenek bele természetesen. És akkor belecikkezek 6 tojást, ezeket elkeverem, és kész az első változatom, ami annak idején a mézes mackóban is volt. Óhatatlan, hogy a tojás valamennyire ne essen szét, mármint a sárga és a fehérje, de azért igyekeztem nem rommá törni. És akkor így néz ki az első változat. A második változat készítése még egyszerűbb, összesen annyi történik, hogy a petrezselymes tartármártásban belecsíkozom a főtt tojást. Ehhez először szeletekre vágom, 90 fokkal elfordítom így a szeletelőben, és csíkokra esve érkezik így a salátába. Ez a két úgymond nagy változat volt annak idején a tojás salátából. Természetesen mind a kettőt lehet gazdagítani virslivel például, fölszeletelt új hagymával. Tehát ebben a változatban nem szerepelt Worcestershire-szósz, csak ez a petrezselymes tartármártás. Eltelt 4 óra, elkészült a hús. Most annyit teszek vele, hogy alaposan lecsöpögtetem, átrakom egy tepsibe és hőni hagyom. Ezután két módon haladhatok vele tovább. Az egyik, hogy vékonyan felszeletelem és hidegen fogyasztjuk, akár hideg tálat készítünk belőle. A másik, hogy a zsírjából egy kevesebb serpenyőben megforrósítok, és a vékonyan felszeletelt húst abban egy pici színesre sütöm. Most annyi történik még, hogy a húst hagyom hűlni, a zsírját, ami egyébként egy parádés ízű pecsenye zsír, mindenképp leszűröm, és azután, ha kihűlt, akkor vagy kenyérre kenve fogyasztom mondjuk jó kis újhagymával, vagy pedig minden olyan magyaros ételünket megfőzhetjük vele, amibe fokhagyma kell. Tehát tökéletes így ez egy pörkölt alá, egy székelykáposzta, egy töltött káposzta alá. Simán ezzel le lehet kenni az egybesült fasírtot, és így tovább. Ha valamivel több mint 2 kg húsból 1 kg 40 deka lett így sült állapotában. Ez még nem hűlt ki teljesen, de se baj, szeretném egyrészt már megkóstolni, másrészt pedig akkor megmutatni önöknek, hogy miként melegítem majd be. Annyit remélem lehet látni, hogy a kés csak úgy suhan át rajta, vajpuha, szaftos lett a hús, igazán parádés. Azt is megtehetjük, hogy mindig visszarakjuk a zsírjába mondjuk a húst, és akkor garantáltan nem szárad ki. Én közben hagyd mutassak valamit, itt lehet látni csodaszépen a fokhagymák, ahogy jönnek. Szerintem ez egy adagnak tökéletes, úgyhogy melegítsünk. Közben meg is teszem, amit mondtam, tehát megy vissza ide a zsírba, és itt fogom tárolni egész addig, amíg el nem használom. Átforrósítottam tehát a szeletelt sült sertészcombot, egy picit a zsírjával le is fényeztem, mellékonalaztam a kétféle tojássalátából, mellé vigyeztettem egy sült fokhagymát, ez ugye az olaj, a zsírban volt benne, egyébként ez egy rendkívül finom csemege, tehát maga leszűrik a zsírt, ezt véletlenül se dobják ki. És díszítettem egy kis paradicsom rózsával a húsvét alkalmából. Remélem elnézik nekem, ma már nem divat ezt használni, de talán most ez egyetlen alkalom, amikor még én ismerem ide tenni. Kapott egy picit petrezselyemzöldet, és gyakorlatilag ennyi. Elkészült hát a kétféle tojássaláta és a fokhagymával tűzdelt konfitált sertés comb. Akinek szimpatikus volt a videó, kérem nyomja rá egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mielőtt tegye meg, hiszen most már több mint 560 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget és áldott boldog húsvéti ünnepeket kívánok önöknek.
és aki türelmes volt, még egy jó tanács. Én mindig úgy teszem el ezt az ételt, hogy ide a közepébe szúrok egy fém kanalat, ez lehet, hogy csak az én saját dilim. De hogyha véletlen valahol a melegítés után belül maradna egy picit meleg maradna, ez a fém kanál kivezeti nekem, a forróságot garantáltan nem romlik meg az ételem. Máskülönben simán előfordulhat, hogy a zsír lezár, és alatta a melegtől megbudjan a húsom. Ez előfordulhat. A másik, ugye most eltelt egy nap. Én annyit tettem, hogy kivettem a húsokat, kivettem a zsíros részt, és a zsíros rész alatt itt volt nekem legalább ennyi lé. Ez egy ilyen kocsonyás húslé, ami tökéletes arra, hogy elfőzzem, tehát ezt simán egy káposztába, ilyesmibe bele fogom tenni. Viszont innen mindenképp ki kell szedni. Ez nagyjából az a húslé, ami kifolyik a húsból sütés közben. Ugye beszéltük, hogy 60%-a, illetve bocsánat, 60 deka veszteség volt, ami kb. 30%. Ez a 60 deka, ez víz formájában és egy minimális zsír formájában távozott a húsból, az van itt. Tehát ez mindenképp egy értékes lé, amit elfőzök, viszont le kell szedni róla, mármint ki kell szedni alóla azért, hogy nehogy megromoljon a hús. Most visszatettem a húst, rátettem a zsírt, nem lepi el teljesen. Ezért még olvasztok egy kevés zsírt, rá fogom önteni, és úgy kerül a hűtőbe. Ezt pedig akkor elfőzöm. De akkor ez a lényeg, első nap is, de akár a második nap is, feltétlenül tegyenek bele valami fémet, első nap után mindenképpen szedjék ki a zsíros résznek a húsokat, alul marad egy ilyen kocsonyás szaft, ezt pedig használják el főzéshez. És akkor most még egyszer minden jót kívánok Önöknek!